üdvözlöm a filofizika nézőit! Ebben a videóban megismerkedünk a téridő diagrammal, amely nagyon szemléletessé teszi a relativitás elmélet állításait. Segítségével könnyebben megérthetjük a meglehetősen furcsának tűnő következményeket. A téridő diagramot Hermann Minkowski, német matematikus alkalmazta 1908-ban a relativisztikus események ábrázolására, ezért gyakran Minkowski diagramnak nevezik. Minkowski eredetileg a Maxwell egyenletek vizsgálatára fejlesztette ki a diagramot, de ez az eszköz nagyon hatékonynak bizonyult a relativitás elméletben is. A téridő diagram a mozgások szemléltetéséhez használt útidő diagramon alapul. Az útidő diagram egy olyan koordinátarendszer, melyben a vízszintes tengelyen az időt, a függőleges tengelyen pedig a megtett utat vagy az elmozdulás vektor egyik komponensét ábrázoljuk. Induljon például egy autó a t egyenlő 0 időpillanatban az origóból. Tegyen meg t1 idő alatt S1, t2 idő alatt pedig S2 utat. Az egyes idő-út pároknak megfelelő koordinátájú pontokat összekötve ábrázolhatjuk az autó mozgását a diagramon. Kissé furcsán hat, hogy az autó függőleges tengely mentén halad, de ezen mindjárt változtatni fogunk. Az útidő diagram segítségével könnyen összehasonlíthatjuk egymással több test mozgását. Egy adott t időpillanathoz rajzoljuk be a megtett utakat. Nyilván az a test mozog nagyobb sebességgel, amelyik nagyobb utat tesz meg ennyi idő alatt. Egyenletes mozgást feltételezve a nagyobb sebességhez meredekebb egyenes tartozik. Szemléletesebb ábrát kapunk, ha felcseréljük a tengelyeket. Mozogjon a test egy egyenes mentén, tekintsük ezt X tengelynek. Az időt pedig mérjük a függőleges tengelyen. Az ábrázolás módja egyébként megegyezik az útidő diagrammal. Vegyük észre, hogy a tengelyek felcserélése hatással van az egyenesek meredekségére. Válasszunk ki itt is egy meghatározott T időpontot, és hasonlítsuk össze egymással a megtett utakat. Az a test mozog gyorsabban, amelyik nagyobb utat tesz meg a T idő alatt. Most azonban a nagyobb sebességhez kisebb meredekségű egyenes tartozik. Jegyezzük meg ezt a tulajdonságot, mert a későbbiekben szükségünk lesz rá. Még egy megállapodáshoz tartjuk magunkat az így kapott úgynevezett téridő diagram megrajzolásánál. Használjunk olyan egységeket a koordináta tengelyeken, hogy az origóból induló fénysugár útja 45 fokos szöget zárjon be a vízszintessel, azaz szögfelezőként húzódjon a tengelyek között. A fény például egy év alatt egy fényévet közel 9,5 billió kilométer tesz meg. A függőleges tengelyen, tehát az egy évnek megfelelő időtartam hossza egyezzen meg a vízszintes tengelyen egy fényév távolsággal. Mondhatni, a fénysebességet fényév per évben fejezzük ki. Akár az időt is mérhetnénk fényévben, vagy a távolságot évben. Egy fényév idő az az időtartam, amely alatt a fény egy fényév távolságot tesz meg. Vagy egy év távolság az a távolság, amelyet a fény egy év alatt megtesz. Így az időt és a távolságot ugyanazzal a mértékegységgel mérhetjük. Ezt néha ki fogjuk használni a képletek egyszerűsítésénél. Rövidebb időtartamok esetén alkalmazhatunk például másodpercet. Ebben az esetben az egy másodpercet jelölő szakasz hossza legyen egyenlő az egy fény másodpercnyi szakasz hosszával, azaz 300 000 kilométerrel. Az origóból induló fénysugár persze haladhat balra is, sőt t egyenlő nullakor megérkezhet az origóba, akár mindkét irányból. A két fénysugár mozgását jelölő egyeneseket együttesen fénykúpnak fogjuk nevezni, rögtön kiderül, hogy miért. A testek pályája nem mindig egyenes. A hajók vagy a szárazföldi járművek kétdimenziós mozgást végeznek. Ebben az esetben a téridő diagramon a hely meghatározásához már az XY síkot, az X és Y koordinátákat használjuk. Ezért az időt erre a síkra merőleges tengely mentén mérjük, a téridő háromdimenziós koordinátarendszerben ábrázolható. Az origóból minden irányba kiinduló vagy oda beérkező fénysugarak pályája ebben a koordinátarendszerben egy kettős kúp felületet alkot. Innen származik a fénykúp elnevezés.
A Föld például egy síkban kering a nap körül. Az idő múlásával azonban ez a sík az időtengely mentén halad előre. Ezért a földpálya a téridőben egy spirálvonalnak felel meg. A repülőgépek, űrhajók már ténylegesen a térben mozognak. Helyzetüket három térkoordinátával adhatjuk meg. Az időt egy negyedik koordináta tengelyen mérhetjük, négydimenziós koordináta rendszerre van szükség. Ezt már elég nehéz lenne a síkban ábrázolni. A fénykupot egy ilyen rendszerben az origóból induló és egyre növekvő gömb felülete jelöli ki. A továbbiakban elegendő lesz számunkra egy egyenes mentén történő mozgásokat vizsgálni. Vegyük észre, hogy a téridő pontjai a hozzájuk tartozó térbeli és időbeli koordináták eseményeket határoznak meg. Űrhajónk elindul a Földről a legközelebbi csillaghoz. Ha ekkor kezdjük mérni az időt, miközben a Föld X koordinátáját nullának tekintjük, akkor ez az esemény éppen a téridő origójában játszódik le. A vonatkoztatási rendszert most a Földhöz rögzítjük. 8 év múlva megérkezünk a csillaghoz. Ezt az eseményt a téridő egy másik pontja jelképezi. Az X koordináta 4 fényév, az idő koordináta pedig 8 év. A továbbiakban a téridő egyes pontjaira gyakran, mint eseményekre fogunk hivatkozni. Akkor is, ha nem határozzuk meg pontosan, hogy mi történt az adott idő és tér koordinátáknál. Egy test pályáját a téridő diagramon világvonalnak nevezzük. Ha például egy autó állandó sebességgel mozog az X-tengely mentén, és a T egyenlő nulla időpillanatban az origóban található, akkor a világvonala egy az origón áthaladó egyenes. Mint tudjuk, minél nagyobb a test sebessége, annál kisebb az egyenes meredeksége. Azaz, a sebesség növelésével a világvonal a függőleges tengelyhez képest egyre jobban megdől. Persze az is elképzelhető, hogy a vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva nem mozgunk, egy széken ücsörgünk, mondjuk az X egyenlő nulla koordinátájú pontban. Az idő viszont múlik, ezért a világvonalunk függőleges egyenes, amely egybeesik az idő tengellyel. Megállapodásunk szerint a fénysugár világvonala 45 fokos szöget zár be a tengelyekkel, éppen kirajzolja a fénykúpot. Fogadjuk el egyelőre, hogy a fénysebesség nem léphető túl, így egyetlen valóságos test világvonalának a meredeksége sem lehet 45 foknál kisebb, sőt, a fény kivételével 45 foknál nagyobb szöget alkot a vízszintes tengellyel. Lássuk egy kiterjedt test, például egy vonat pontjainak a világvonalát a Földhöz rögzített koordinátarendszerben. A vonat mozogjon állandó sebességgel az X-tengely mentén. T egyenlő nullánál a középpontja, így az ott elhelyezkedő mozgó megfigyelő érjen az origóba. Mint láttuk, ennek a pontnak a világvonala egy ferde egyenes, amely áthalad az origón. Az ábrára szokás szerint berajzoltam a fénykupot. Mivel a vonat minden pontja, így az eleje és a vége is ugyanakkor a sebességgel halad, ezért ezeknek a pontoknak a világvonalai ugyanilyen meredekségű, tehát egymással párhuzamos egyenesek lesznek. Mielőtt megérkezett volna az origóba, mozgó megfigyelőnk és persze a vonat is hátrébb tartózkodott a múltbeli időpontnak megfelelően az X-tengely alatt. Az idő múlik, a karaván, akarom mondani, a vonat halad. A jövőbeli időpontokban a megfigyelővel együtt az X-tengely felett helyezkedik el a téridő diagramon. A vasúti pálya mellett álló személy azonban a Földhöz viszonyítva nem mozog. Ahogy megbeszéltük, világvonala egybeesik a függőleges tengellyel. A téridő diagram tengelyei nagyon szemléletes jelentéssel rendelkeznek. Az álló megfigyelő nem mozog, X koordinátája folyamatosan nulla. Ha megkérdezzük tőle, hogy hol van, akkor a válasza természetesen az, hogy itt. Ez a kijelentés bármelyik idő pillanatban érvényes, itt vagyok. Az időtengely tehát nevezhetjük itt tengelynek. A rajta ábrázolt események az időkoordinátától függetlenül itt, vagyis az X egyenlő nulla koordinátájú pontban történnek. A mozgó megfigyelő a vonattal együtt a T egyenlő nulla pillanatban éppen most ér a vízszintes tengelyre. A vízszintes tengely minden pontjának idő koordinátája nulla, az ide rajzolt események éppen most játszódnak le.
ezért a vízszintes tengelyt nevezhetjük most tengelynek. A most tengely felett a t egyenlő nulla utáni, azaz a jövőben bekövetkező eseményeket ábrázolhatunk, a most tengely alatt pedig múltbeli eseményeket. Erre a megállapításunkra azért a későbbiekben még visszatérünk. A továbbiakban, ha szemléletesebbnek bizonyulnak, akkor a t-tengely helyett az itt, az x-tengely helyett pedig a most-tengelyre fogunk hivatkozni. A szokásos koordináta rendszerek tengelyei derékszöget zárnak be egymással. A téridőben azonban szükségünk lesz ferdeszögű koordináta rendszerek használatára. Hogyan állapíthatjuk meg ezekben egy pont koordinátáit? Egy derékszögű koordináta rendszerben kétféle módszert használhatunk. Az x koordinátát általában úgy határozzuk meg, hogy merőlegest állítunk az x tengelyre, és leolvassuk a meccéspont koordinátáját. Az y koordinátánál pedig az y tengelyre állítunk merőlegest. Fogalmazzuk meg másként az eljárást. Mondhatjuk azt is, hogy az x koordináta megállapításához párhuzamost húzunk a másik, tehát az y tengellyel. Az y koordináta meghatározásához pedig párhuzamost húzunk az x tengellyel. A meccéspontok adják a koordinátákat. Egy ferdeszögű koordináta rendszernél a tengelyek nem derékszöget zárnak be egymással. Ebben az esetben a második módszerrel, párhuzamosok húzásával állapítjuk meg egy pont koordinátáit. A jobb oldali ábrára berajzoltam a koordinátahálót is. Úgy néz ki, mintha megdöntve látnánk a koordinátasíkot. Figyeljük meg, hogy a koordinátaháló vonalai párhuzamosak a koordinátatengelyekkel. Miért van szükségünk ferdeszögű koordinátarendszerre? Eddig a téridő diagramot a hozzánk rögzített vonatkoztatási rendszerben rajzoltuk fel. Hogyan módosul egy hozzánk képest mozgó koordinátarendszerben? Tekintsünk egy űrhajót, amely állandó sebességgel az x tengely irányába mozog. A t egyenlő nulla időpontban haladjon át a téridő diagram origóján. Mint tudjuk, a világvonala egy a sebességnek megfelelő hajlásszögű egyenes. Az űrhajós a vezérlőpultnál ül, el nem mozdul onnan. Ezért számára az itt a vezérlőpultot jelenti. Itt tengelye tehát egybeesik a mi téridő diagramunkban felrajzolt virágvonalával. A mi itt tengelyünkhöz viszonyítva megdől. Jelöljük ezt itt vesszővel. Hogyan helyezkedik el a most vesszős tengelye? Tekintsük a fénykúpnak azt a P pontját, amelyhez az origóból induló fénysugár egy év alatt ér el. A megtett út egy fényév. Jelöljük ezeket a pontokat a tengelyeken T-vel, illetve X-el. Vizsgáljuk meg az OTPX négyszög tulajdonságait. A P pontból kiindulva úgy jutunk el a két koordinátához, a T-hez, illetve az X-hez, hogy párhuzamosokat húzunk a most vesszős, illetve az itt vesszős tengelyekkel. Az OTPX négyszög szemközti oldalai tehát párhuzamosak egymással, azaz paralelogrammát alkotnak. A tengelyeken azonban megállapodás szerint úgy készítjük el a beosztásokat, hogy az OT, tehát az egy év, illetve az OX, vagyis az egy fényévnyi szakaszok hossza egyenlő egymással. Ezért a paralelogramma két szomszédos oldalának a hossza egyenlő. Vagyis rombuszt kaptunk. A rombusz átlói viszont felezik a csúcsoknál lévő szögeket. Így a fény világvonala éppen szögfelezője az itt vesszős és a most vesszős tengelyek által közbe zárt szögnek. Tehát a két tengely a fény világvonalára szimmetrikusan helyezkedik el. Amennyivel megdöntjük az itt vesszős tengelyt az itt tengelyhez viszonyítva, ugyanannyival kell megdönteni a most vesszős tengelyt a most tengelyhez viszonyítva, persze mindkettőt a fénykúp felé. A fénykúp egyenesei viszont változatlanok maradnak, akár melyik koordináta rendszerben is rajzoljuk fel őket. Ez annak a ténynek a megnyilvánulása, hogy a fénysebesség nem függ sem a fényforrás, sem pedig a megfigyelő mozgásától. A továbbiakban saját magunkat a Földön nyugvó megfigyelőnek, a Földet pedig inercia rendszernek fogjuk tekinteni. Azaz, vonatkoztatási rendszerünket Földnek nevezzük. A saját koordináta rendszerünk tengelyei derékszöget zárnak be egymással. Hozzánk képest a vonat vagy az űrhajó V sebességgel mozog. A vonathoz vagy az űrhajóhoz rögzített koordináta rendszer tengelyei a mi rendszerünkhöz viszonyítva megdőlnek.
A vonat pontos elhelyezkedésére hamarosan visszatérünk. Ugyanakkor a mozgásokat leírhatjuk az egyenletesen haladó vonathoz vagy űrhajóhoz viszonyítva, hiszen ezek is inercia rendszerek. Hozzájuk képest mi mozgunk a V-vel megegyező nagyságú, de vele ellentétes irányú sebességgel. Kiemelem, hogy az egymáshoz viszonyított sebességek ellentétes irányúak, de egyenlő nagyságúak, ami a Galilei-féle relativitási elv következménye. Ha ugyanis a vonat hozzánk viszonyítva nagyobb sebességgel mozogna, mint mi a vonathoz viszonyítva, akkor már is meg tudnánk különböztetni egymástól az inercia rendszereket. Létezne nagyobb vagy kisebb sebességgel mozgó, határesetben abszolút nyugvó vonatkoztatási rendszer. Ez viszont nem lehetséges. Befejezésül ábrázoljuk az Iker-paradoxon példáját a téridő diagramon. Egy űrhajó a fénysebesség 50%-ával haladva eljut a 4 fényév távolságra lévő csillaghoz. A Földön közben 8 év telik el. Az űrhajós itt tengelye, ahogy megbeszéltük, megdől a mi itt tengelyünkhöz viszonyítva. Ahogy megérkezik a csillaghoz, egyből visszaindul. Ugyanakkor a sebességgel haladva további 8 év alatt ér vissza a Földre. Az egész utazás tehát 16 évig tartott. Az idődilatációnak megfelelően azonban az űrhajós számára mind odafelé, mind pedig visszafelé alig 7 év, összesen 14 év telik el. Mint tudjuk, az időtartamok eltérése abból adódik, hogy a Föld és az űrhajó különböző utakon haladnak a téridőben. Különböző utakhoz egymástól eltérő távolságok és egymástól eltérő időtartamok tartoznak. Szó sincs arról, hogy az űrhajó számára lelassulna az idő. Az ábrán azonban egy különös dolgot figyelhetünk meg. A bejelölt háromszögre nem érvényes a Pitagórász tétel. A két befogó négyzetének összege nagyobb az átfogó négyzeténél, sőt, már az egyik befogó, a delta t is nagyobb a delta tau átfogónál. Ezt a megállapítást nem zavarják a mértékegysége, hiszen megbeszéltük, hogy például a távolságot mérhetjük évben is. A fénynek a távolság megtételéhez szükséges idejében. A magyarázathoz térjünk vissza az előző videóban a saját idő levezetésénél kapott képlethez. Ahogy felírtuk, C-szer delta tau a négyzeten egyenlő C-szer delta t a négyzeten mínusz V-szer delta t a négyzeten. A V-szer delta t nem más, mint a test által megtett út, amit delta x-el jelölünk. Így C-szer delta tau a négyzeten egyenlő C-szer delta t a négyzeten mínusz delta x a négyzeten. Mérjük a fénysebességet fényév per évben, vagy például az utat fényidőben. Ekkor a C elhagyható a képletből, tehát delta tau négyzet egyenlő delta t négyzet mínusz delta x négyzet. A téridőben a derékszögű háromszög átfogójának négyzete egyenlő a hosszabbik befogó négyzetének és a rövidebb befogó négyzetének a különbségével. Vigyázat, ez csak akkor igaz, ha a háromszögnek van az időtengellyel párhuzamos oldala. A szokásos térbeli háromszögeknél továbbra is az iskolában tanult Pitagórász tételt kell alkalmaznunk. Hogyan lehetséges az, hogy az átfogó rövidebb, mint a befogó? Hiszen szemmel láthatóan hosszabbnak tűnik. Nos, a téridő görbült, hiperbolikus geometriát alkot. Az időtengely mentén mért szakaszokat nem lehet távolság helyesen ábrázolni a síkban. Csak úgy, ahogy a Föld térképét sem tudjuk távolságtartó módon megrajzolni a síkban. A szokásos ábrákon például a hosszúsági körök eltérő méretűek, pedig a valóságban egyforma hosszúak, hiszen a két pólust kötik össze. Ezt a torzítást a repülő utaknál is figyelembe kell venni. Utazzunk el mondjuk Moszkvából a vele azonos szélességi körön fekvő kanadai Edmontonba. A térképre tekintve a Dánián, aztán Írország északi részén áthaladó, a Hudson-öböl déli határát érintő útvonalat választanánk. Semmiképpen nem kereszteznénk a skandináv félszigetet, nem kerülnénk meg északról Grönlandot, és nem a Viktória-szigetet keletről érintve érnénk Edmontonba. De lássuk ugyanezt a két utat egy másik vetületben, amely az északi sark felől ábrázolja az északi féltekét. Itt már a Grönland északi részét magába foglaló út látszik rövidebbnek. A földgömböt nem lehet távolságtartó módon ábrázolni a síkban.
A téridő hasonló módon görbült, síkbeli ábrái torzítják a távolságokat. Ezt egy kitérőben fogjuk részletesebben megbeszélni. Kedves nézői! A következő videóban a téridő további furcsa tulajdonságaival ismerkedünk meg. Javaslom, alaposan tanulmányozzák a most elhangzottakat, mert nagy szükségünk lesz rájuk. Addig is a viszontlátásra!